A kulturális örökségnapokhoz Dombovár is csatlakozott, mint minden évben. A Városszépítő Egyesület és a helytörténeti gyűjtemény több napos rendezvénysorozattal készült az alkalomra. Ez a program lehetőséget ad olyan helyi értékek megismerésére, amelyek egyébként ritkán érhetők el a nyilvánosság számára. A Városszépítő Egyesület és a helytörténeti gyűjtemény 2001 óta csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai programhoz. Minden évben hát más eseménnyel készültünk, valamikor egy kiállítással, valamikor épp egy koncerttel. Egyébként sok esetben voltak tematikák, amikhez lehetett csatlakozni. Ennek a programnak a lényeg, hogy felhívja a hazánkban található, és nem csak hazánkban, hanem természetesen Európában található védett értékekre, természeti értékekre, régészeti leletekre a figyelmet is. Ezeket gondozni, illetve az, hogy ne csak az idős nemzedék, hanem a fiatalabbak is megismerhessék ezeket az értékeket. Nagyon sok esetben olyan helyszínek mutatkoznak be, akár itt egyházakra is gondolhatunk, templomokra, amelyek egyébként az év nagy részében zárva vannak. Tehát ennek egy ilyen célja is van, hogy az addig ismeretlen vagy kevésbé ismert helyszínek is előtérbe kerüljenek. Takács Istvánné helytörténész, nyugalmazott gimnáziumi tanár immár nem első alkalommal tartott előadást Dombovár híres szülöttéről, Akházi Gyuláról, aki 170 éve látta meg a napvilágot az akkori mezővárosban, s tehetsége egészen Párizsig vitte. A festőről ezúttal vetített, képes előadást hallgathattak meg a látogatók. Az akkori Dombovárról is levéltári források segítségével egy olyan képet szeretnék adni, amely egy olyan társadalmi, természeti hátteret adna Akházi Gyula életrajzához, amelyből egyenesen megismerhető és átélhető az, hogy miért is azt festette, és miért ilyen művészeti tartalmakkal dolgozott Akházi Gyula. Elfeledett, de Dombovár nagy szülöttje Akházi Gyula. 170 évvel ezelőtt itt, ezen a kis mezővárosi területen jött a világra, nehéz körülmények között az akkori időkben természetesen, de hát ragyogó tehetség volt. Zenében legalább olyan jó volt, mint festészetben, rajzolásban. A gond az volt, hogy melyiket válasszam. Az apai intelemre hallgatva, inkább zenére fókuszáljuk, vagy pedig inkább a kedvencet, a festészetet, a rajzolást, azt preferálja jobban. Na hát eljutott Párizsig. Tehát azt, hogy a hazai művészeti képzés annak idején még nem volt igazán kiforrott, de elment Bécsbe, de elment Münchenbe, meg a művészetek csúcsára is eljutott, Párizsig, és nem akárkinek az oltalmában, Munkácsi Mihály, a mestere. Az előadó kiemelte, szeretni Akházi szellemét, hagyatékát egy állandó kiállítás formájában is tovább ápolni. A jelenlegi tárlat ugyanis október 24-éig látogatható. Takács Istvánné korábban arról is beszélt, hogy felszeretné terjeszteni az illetékeseknél, hogy alapítsanak egy úgynevezett Akházi díjat, amelyet helyi fiatal tehetségek támogatására hoznának létre.